Egy nagy hello mindenkinek, az én nevem Vitro, ez pedig itt a Jumurdzsák gyűrűje, és hát egy folytatás következik. Ó, jó, nem is kell betölteni se semmi egyebet. Jó van, hát akkor második nap. Nem itt... szabad elfeledkeznem az ígéretemről. Jámbor úr vár. Itt folytatjuk a történetet. Már igazából vele nem... Nem, most nem zavarhatom. Igen. Láthatóan nagyon elfoglalt. Amikor nem tudunk beszélgetni valakivel, akivel egyszer már beszél, technikailag lehetne vele beszélni, csak nincs mit beszélni, akkor valamilyen random ilyen dialógus benyom a John, hogy most mit kéne, hogy mit ne tegyünk, miért nem tudunk vele beszélni. És akkor térképen akkor Kocsis utca 8 volt a száma, és ez csak egy 8-as szám van ott. Hoppá. Mentőautó. Ön tekergeti azt a nem tudom mit. Elnézést, miért vannak önök itt? Gondolom hívott minket valaki. És nem tudja kihez jöttek? Nem uram, nem tudom. Csak nem Jámbor Mihály úrral történt valami. Rokona az illetőnek? Nem, én csak... Akkor nem adhatok felvilágosítást, kérem. De én mindenképpen szeretném... Kérem, hagyjon engem. Menjen, később érdeklődjön a Markót kórházba. Köszönöm. Nincs mit. Ahogy mondja. Évbeszólása. Szörnyen modortalan ember. De lehet, hogy igaza van. A kórházban talán sikerül beszélnem az öreg úrral. Nem, ezzel a fickóval nem kívánok többé szóba állni. Szerencsére nem ennyire bunkók a mentősök. Azt megnyugtatok mindenkit. Ez valamilyen rossz példa volt. Biztosan valami rossz tapasztalat, vagy akármi. És mivel nem tudjuk, hogy hol van Markot kórház, ezért most bejövünk ide. Julitól megkérdezzük, hogy hol van. Itt amúgy semmi nem történt. Semmi, még egy porszem sem áll máshogyan beszélni és artikulálni, Vitro, gyorsabban. Jó reggelt, Juli. Jó reggelt, Jonathan. Zaklatottnak tűnik. Azt hiszem, hogy valami szörnyűség történt. Jámbor urat bevitte a mentő a kórházba. Jézusom, melyik kórházba? A Markot nevűbe. Tudja, mára megbeszéltünk egy találkozót a lakásán. Azonnal meg akarom tudni, hogy mi történt vele. Tegnap nagyon izgatott volt. Meg tudja mondani, hogy hol van ez a kórház? Persze, adja ide a térképet. Itt van. Nagyon köszönöm. Ne haragudjon, de most siet. Amúgy én nem láttam a viszlát. Jámbor uran azt, hogy annyira izgatott lett volna. Mert lehet, hogy izgatottnak kellett volna kinéznie, de az valahogyan nem jött át nekem. Csak az, hogy valamiért annyira vidám. Ja, igen, ez annyira bután van megcsinálva, már elnézés, de van ez a picit kis térképrészlet így Egerről. Nyilván nem ekkora a város, hanem vannak még a külterületek, meg azóta már bővült is. És amit nem fértek ki a térképre, az csak így szimplán így kimutat a térképen kívül. Halvány fingom nem volt arról régen, hogy hol van a kórház, hol a büdös francban van, nem találtam sehol. Aztán nézem, hogy ja, itt van egy ilyen izé plusz ikon, azt tessék ott a Markot kórház. Zseniális. Még az a mázi, hogy rájöttünk egy idő után. Juli mégiscsak bejelölte a térképen, oda rajzolta a térképnek a tetejére. A kórház? Nem, Békés-Sabai mentőszolgálat. De a kórház? Nem, Békés-Sabai mentőszolgálat. Jó, oké. Okay. Jó van, leálltam. Jámbor Mihályt keresem. Idős ember. Nemrég hozták be, mentőben. Á, igen, az öreg úr. A maga közeli hozzátartozója? Igen. Mi van most, hogy mindegyik csajra akar mászni a Johnra? Így van. Keresse, kérem, Ostoros doktor urat, fent a harmadikon. Ő az osztályvezető. Á, de várjon csak, itt jön itt a doktor úr. Miért így?
most így kacérkodik, vagy hülyeskedik ez a csaj? Most igazából Jonathannak minden nő így megnyílik előtte? Ez annyira furcsa. Jó, Jézusom! Jó van már. Mint hisz Terminátor. Ennyire közel nem kell jönni. Jó napot kívánok, doktor úr. Jonathan Hunt-nak hívnak, és Jánbor Mihály állapota miatt szeretnék érdeklődni. Ön közeli hozzátartozója? Nem, egy barátja vagyok. Ma reggel várt a házában, reggelire. Mit is mondott, hogy hívják? A nevem Hunt. Jonathan Hunt. Értem. Nézze, Hunt úr. Jánbor úr ma hajnalban egymás után több infarktust is kapott itt bent a kórházban. Sajnos nem tudtunk már rajta segíteni. Sajnálom. Kérem, fogadja őszinte részvétemet. Röviden megpasz. Istenem, ez szörnyű. Igen. Valószínűleg nagyon felizgathatta magát valamin. Egész éjjel nem aludt. Feldúlt, és honnan tudják? Lehetett, amúgy. Amikor a mentő behozta, egy borítékot szorongatott a kezében. A borítékon az ön neve állt, Hunt úr. Megőriztem. Ez az. Tessék. Köszönöm. Köszönöm, doktor úr. Nincs mit. Sajnálom, ami történt. Azonban, ha... Ez amúgy tök menő dolog, hogy az inventory így a átvezető közben így megjelenik, hogy hogy kaptunk valamit. Na ezt nem értem, hogy minek kell külön ablakba elköszönni. Ha megengedi, elköszönök öntől, mert várnak rám. Viszontlátásra. Hát persze. A viszontlátásra, doktor úr. Nem is mi köszöntünk először, hanem ő... Szegény öreg úr. Befejezetlen maradt a kutatás, a küldetése. Nagyon számított rám. Ja igen, na akkor a levelet. Még több olvasni való. Hurrá! Hunt úr. Hunt úr, az élet igazságtalan. 20 évnyi helyben topogás után az ön felbukkanásával végre eredményre vezethetnének a kutatásaim, de azt az eredményt már nem ismerhetem meg. Érzem, hogy mi már nem találkozhatunk. A szívem nem viseli el az izgalmakat, már hívtam az orvost. Azonban nem hiszek a véletlenekben, ennek így kell történnie. Az ön sorsába is bele van írva, hogy folytatnia kell, amit az öreg Jánbor Mihály megkezdett. Bízom önben, Hunt úr. Kérem, ne hagyja, hogy végleg megfeledkezzen az utókor Jánbor Zsigmondról, és puszta mesehősként emlegessék Jumurdzsákot, az első időutazót. Nincsen én nekem senkim és semmim, meg aztán választásom sincs. Ezt a semmit tehát magára hagyom, Hunt úr. Kérem, bánjon vele belátása szerint. Oda kaptunk tőlünk egy kis semmit. Az jó. Mellékeltem a lakásom kulcsait, csak mutassa fel ezt a levelet, ha a szomszédok vagy a hatóságok kérdezős ködnének, hogy mit keres nálam. Ez mondjuk jó. Az én engedélyemmel ezentúl szabad bejárása van hozzám, kérem, nézze át az asztalra kikészített iratokat, dokumentumokat, ezeket szerettem volna megmutatni önnek, és vesse össze mindazzal, amit tud. Ergo semmit. Legfőképp ábrai leveleivel, amit nem adtam volna. Mit nem adtam volna, ha elolvashatom azokat magam is. Maga fiatal, minden esélye megvan arra, hogy megfejtse a titkot, hogy bizonyítékokat találjon. Nekem rövidesen véget ér a küldetésem. 2005. szeptember 13. Égönnel, Jánbor Mihály. És megkaptuk hozzá a kulcsokat. Úgyhogy kaptunk így a borítékból egy levelet, meg a kulcsot. Hát ja. Akkor... Csináljuk azt, hogy menjünk vissza a lakásra, hogyha már megkaptuk a kulcsokat, és innentől konkrétan ez a lakás már a miénk, úgyhogy itt akármikor igen, ez az a ház. Jönni. Itt állt a mentő nem is olyan régen. Kocsis utca 8. Ja, eléggé aranyos kis házikónak néz ki. Szomorú látvány ez az elhagyott lakás.
Ja igen, a fun fact, hogy Bárdi György, ez a színész, aki Ámbor Mihályt alakította, ez volt az az ember, aki az Egri csillagok című filmben játszotta a félszemű törököt Jumurdzsákot. És pont a Jumurdzsák gyűrűje című játékban őt behívják, mint főszereplőt, egyik főszereplőt, és itt van egy kép, ami az akkori Bárdi Györgyről van abból a bizonyos filmből. Úgyhogy nagyon kemény kis easter egg-ek vannak, kis kikacsintások, úgyhogy nagyon bírom, nagyon király. Nem tudunk nagyon sok mi hova menni, csak ide. Ide és ezt az asztalt megnézni. Ennyit tudunk megnézni ebből a nagyon kis aranyos házikóból. Úgyhogy nézzük meg az iratokat. Szegény Jámbor úr láthatóan nagyon várt rám. Még több olvasnivaló, yeah! Nézzük a nagy otthon térképet. Épületek a török korban. Jámbor Zsigmond rajza. Borzongató. Ezt hogy találták meg, mondjuk? Nagyságos Gárdonyi úram, erre nincsen felirat. Vagyis hát izé segítség. Kérésére összeírtam azokat a török közi emlékeket, amelyeket Egri várban találtam. Igyekeztem pontosan egek helyét, hogy megtalálja. Mit találjon meg? Az ön békés és alázatos szolgája, Jámbor Zsigmond. Szolgája? Hát jó, értem, hogy Gárdonyi megmentette a Jámbornak a szemét, de hogy szolgának nevezi magát, az azért egy kicsikét erős szerintem. Na mindegy. Nem tudunk ezzel semmit se csinálni, úgy néz ki, hogy ezt a Zsigmond rajzolt össze, de hogy honnan, azt nem tudom. Dédapám kézírása. Egészen biztos. Hiszen oly sok feljegyzését olvastam nagyapám gyűjteményében. Ez a levél, tehát a hiányzó láncszem. Ja, ez akkor a Jonathannak, a dédapjának a válasza Ábrainak az első levelére. Gondolom az elsőre. Tisztelt Ábrai úr, megértem az érzését, amit a londoni konferencián elhangzott, jobban mondva megkezdett felszólalása után érez. Azonban kérem, próbálja megérteni az emberek reakcióit is. H.G. Wells Időgép című műve, és annak sikere volt az apró pója az elméleti tanácskozásnak. Vagy kvázi, mint hogyha egy meséről akarnánk így beszélgetni tudományosan. Sokan csupán holmi koktélpartira készültek, kedélyes csörögése és elméjük játékos tornáztatására. Hát akkor tényleg nem számítottak semmi komolyra. Valljuk be, ebben a környezetben az önbejelentésében mi szerint az időutazás gyakorlati megvalósítására vonatkozó bizonyítékoknak van birtokában, lényegében, ha szabad így fogalmaznom, kódolva volt a kudarc és a nevetség lehetősége. Bejelentését még szürrealisztikusabbá tette, hogy ön nem tagja semmelyik híres és respektált akadémiának, nem tanít semmelyik egyetemen sem, és tudtommal eddig nem publikált tudományos periódikákban. Azt nem tudom, mi ez a periódikákban, ezt utána nézek. Viszont ez egy nagyon komoly hátrány amúgy az Ábra részére, hogy tényleg semmilyen tudóshoz, egy tudós ember, egy átlagos tudós emberhez ilyen alapszerű dolgokat, amik így híressé tehetnek, szóval egy abszolút nem híres tudós, egy ilyen no-name valaki. Kérem, ne haragudjon a világra, csak azért, mert egyetlen esetből az tűnik ki, hogy a világ haragszik önre. A bizonyítékai, ha valóban lesznek ilyenek, minden bizonnyal meggyőzi majd a tudósokat, és idővel eljön majd a megérdemelt diadal.
Ez mondjuk tényleg egészen jó fej kis levél. Ismeri az én álláspontomat, személy szerint az időben való utazási elvi, hangsúlyozom elvi lehetőségét nem tartanám teljesen kizártnak, ugyanakkor a gyakorlati megvalósítását a tudomány jelenlegi állása mellett közel lehetetlennek tartom. Utalnék itt a konferencián elhangzott minden kétséget nélkülöző fizikai anomáliák leküzdésének kérdésre. Bocsi, amúgy tényleg, hogy ilyen idiótán olvasok, de igyekszek, na, megerőltetem magam. Valamint az időben való utazásból eredő történelmi paradoxon kezelhetetlenségére. Emellett mérhetetlenül kíváncsivá tett, így fokozott érdeklődéssel várom további leveleit a kutatásaival kapcsolatban. Mivel szakterületeink jelentősen különböznek, támogatója nem lehetek, ellenben érdeklődő beszélgető partnerként bizony bizton számíthat rám. Ha ismét Londonban járna, kérem keresse meg a British Múzeumban, szívesen kalauzolom magam a falai között. Akkor ezért kérdezte meg a Jámbor Mihály, hogy Angliából származik-e a Jonathan, mert a dédapja ezek szerint onnan származik, legalábbis ott dolgozott. Üdvözlettel kollégája Samuel Hunt. Jó, ezt a könyvet mi ez? Dokument. Megértem az öreg úr izgatottságát. Ezek fontos információk és érdekes összefüggések. Gárdonyi Géza levele a korabeli rajongójának egy budapesti gyűjtőtől Szabó L. Elemér Jálics kisasszony, nincsenek további információk az első nyomon. Ezt nem igazán értem. Gárdonyi Géza levele ifjú Varga Benedek számára a halála előtti években egy soproni kedves ismerős ajándéka 2001-ből. Az összefüggések tekintetében még bizonytalan vagyok. Nagyapám által rajzolt kép. Ja, a dokumentumok, ezek az ebben a jegyzetben le vannak írva, hogy melyik információt mikor szerezte a Mihály. Ez a Mihálynak a jegyzetei. Aha. A nagyapám által rajzolt térkép, amelyet az írónak ajánlott, talán sosem használta, apám gyűjteményéből a török kori emlékek Egerben 1978-ból. Dokumentum 4. A bizonyos Samuel Hunt nevű angol professzor levele valaki, aki személyesen ismerte Ábrahy Pál professzort. Azért lepődök meg amúgy, hogy milyenek ezek a dokumentumok, mert őszintén szólva egyszer olvastam el őket életemben, de akkor se fogtam föl, hogy mi a bűbánat akar ez lenni, mert még kölök voltam. És most meg, hogy így kezdenek összeállni az ilyen aprócska hiányzó információk, amiket csak így átugrottam régen. Igazi szenzáció az értékes lelet az egyetlen mozdítható hagyatéka volt, amit apám elhozhatott az egykori Ábrahy házból, mielőtt azt lebontották. Well, shit, akkor oda nem megyünk. Mert mondjuk tényleg nem lehetett volna menni, csak nem is tudtam, hogy van erről utalás. Egy kétségkívül eredeti, bár nem kanonizált gárdonyi féle titkos írásos feljegyzés, V.Ö. egyiptomi szeletkék, nem tudom mi az a V.Ö. valami rövidítés, amely a breznai gyűjteményből származik, a budapesti kereskedőtől 2004. május. Lehet, hogy további titkos írásos papírok vannak magánkézben. Minden bizonnyal. A titkosírásos az ez. Ez a gárdonyi féle titkosírás. Ezek a kacifántos betűk tehát az író agyszüleményei. Elfelejtettem, hogy ez eredetie. Utána néztem pedig. Tudtam régen, hogy ez eredetie vagy sem.
Nem tudom. Basszus, nem tudom. Ideírom. Utána fogok nézni, ígérem. Ez. Tisztelt Jális kisasszony. Az istenes pince. Egy hely, amit feltétlenül fel kell keressek. Köszönöm a levelét és jó kívánságait. A maga által küldött novella nagy tehetségről ad számot. Na jó van. Ez szerintem annyira... Szerintem ez az a levél, amiben annyira nem biztos a Jámbor Mihály, hogy van-e köze a nagyapjának a eltűnéséhez. Minden esetre az istenes pincében van egy kis információ, amiért már el fogunk szépen zarándokolni. Jó, nem, autóval megyünk. Gárdonyi Géza írománya, hogy Gárdonyi fedezte föl. Ez pedig, ez is Gárdonyi féle. Benedek öcsém. Remélem, hogy jó egészségben talál téged és családod. Ígérem, ahogy időm engedi, meglátogatlak Badacsonyban. Jó van, ez is ilyen kis személyes... személyes levélke. Az egri pincéknek a borai legendásak. Jó öreg, szép asszonyvölgy. Szeretem a borokat máskülönben. Jó drágák, rohadjanak meg, nem igaz? Pedig finomak, a jó magyar borok azok tényleg finomak. Csak olyan tényleg veszett drágák. Főleg még ekkoriban még annyira nem is voltak. A mostani árakhoz képest a régebbiek azért sokkal jobbak voltak. Jó, hát szar a forintunk ennyi igazából. Ja, jó van. Ez szerintem, ezt már annyira nem olvasnám el. Ezt leállítjátok, megnézitek. Szóval ennyi a dokumentumok. Ami nekünk fontos, az a Gárdonyi titkosírás és az istenes pince. Az a plusz kiegészítő levél válasz a Samuel Huntról, Samuel Hunt által írt levél az ábrainak, az még egy érdekes kiegészítés volt a két levél közé. És kb. Ennyi. Azt a térképet azt majd később fogjuk használni. Információra van nekünk szükségünk. Az istenes pince meg a Gárdonyi titkosírásával való ismerkedés lesz a objektívünk. Jó napot. Csak én vagyok. Jó napot. Szerencséje van, épp most értem be. Hogy van, Jámbor úr? Most ért be? Honnan ért be? Ebédszetre ment? Kapott. Istenem. Igen, valóban szörnyű. Azért sikerült beszélniük? Megtudott valamit erről az ábrairól? Akkor este beszéltünk, de sok mindent nem tudott elmondani. Jó van. Engem jobban érdekel a titkosírás. Igaz az, hogy Gárdonyi Géza az író titkosírásos feljegyzéseket hagyott hátra? Igen, hallottam róla. De honnan... Honnan hiányzott egy albetű? Csak magam sem tudom, hogy mit higgyek el. Pedig én azt hiszem, hogy van is megfejtése annak a titkosírásnak. Tudja netán a kódot? Olyan bonyolult, keleties betűknek tűnnek. Én nem tudom, viszont idefelé összefutottam Bakonyi Klárával, az irodalom történésszel. Épp ott ült egymagában a Francesco kávézóban. Oda érdemes lenne elmennie, ő biztosan többet tud a dologról. Oh, ergo, Juli, mielőtt bejött dolgozni, bedobott egy kávét. De érdekes, mert azelőtt is volt benn, mikor a kórházban. Na mindegy, túlbonyolítom. Mondja csak, Juli, meg tudja nekem mutatni, hol van az istenes pince? Ez nincs rajta a belvárosi térképen, de majd berajzolom valahogy. Úgy, mint a kórházat. De érdekesség, hogy nem fogja berajzolni. Megmutatom, mit rajzolt be nekünk. Ez... Jaj, nem tudom megnyitni. Hogyha bent vagyunk valami belső térbe, akkor nem tudjuk megnyitni a térképet. Nem tudom, valamilyen... Nem tudom igazából miért. Na, figyeljetek, ezen besírtok. Az istenes pincéhez szerintem tudjuk le azt előbb, mert az gyorsabb. A térképen? Oké, nincs a belvárosi térképen, de berajzolom valahogy. Taxival!
Nem lehet ráklikkolni. Taxival. Menjél taxival, köcsög! És idáig jutottunk. A túrinformál taxival menjél. Ennyi. Menjél taxival az Isten spincéhez, mert annyira nincsen rajta a térképe, de hogy ne is menjél el gyalog. De nem, ez... Én jártam az Isten spincében. Jó kis étkező. Picikét macerás oda bejutni, de... Mindenesetre jártam már bent. Ivánok, hová vihetem uraságodat? Az Istenes pincéhez szeretnék eljutni. Rendben, üljön be, már is indulunk. Valóban szükségeltetik oda valami közlekedési jármű, mert jó, mi gyalog kirándultunk ide föl, és tényleg eléggé messze van, viszonylag eléggé messze van így a városhoz képest. És régen lehet, hogy ez is ilyen külterületnek számított, hogy mit tudom én. De jól néz ki. Nem tudom, hogy most hogy milyen állapotban van. De 2008-ban, ergo 10 évvel ezelőtt még működött. Mint étterem. Bár nem igazán szoktak bezárni ezek a étkezők csak úgy. Íme tehát a pince, amelyre Gárdonyi a levelében utalt. De vajon miért tartotta fontos nyomnak ezt a helyet az öreg jámbor? Mit találhatott itt? Körül kell néznem alaposan. Bort. Nem más, mint bort talált meg. Jó kajákat. Jó napot. Parancsol egy asztalt? Nem, köszönöm. Turista vagyok, csak körülnéznék, ha lehet. Természetesen. Tessék, csak nézzen körül nyugodtan. Ha a pince sok száz éves történetéről akar megtudni egyet s mást, elolvashatja azon a tájékoztató táblán. Érdemes a falakat is megvizsgálnia, ezek a domborművek igen régiek és nagyon értékesek. Köszönöm, nagyon köszönöm. Micsoda izé, jó öreg magyar huszárba jussza van ennek a fickónak, de na, jól néz ki amúgy. Ilyen kis erős Pista bácsiszerűen van fölöltözve, de jó, én csipázom a magyar dolgokat. Magyar ember létemre. Tájékoztató táblán ez szerintem lecsés, hogy csak egy kis reklám az Istenes pincéhez. Ja, ezt nem olvasnám el, amúgy érdekes. Csak most jelenleg annyira nem érdekel. Körbe van világítva az egész. Ahogy ez a rész eléggé sötét, by the way. A domborműveket ajánlotta, hogy nézzük meg. Hol kell meg? Hol tudom megnézni? Valahol itt van a falon. Itt. Túl sötét van. Má? Ja, tényleg. Gyertyát. Föl kell szednem, itt van egy gyertya. És ezzel tudunk világítani. Egy égő gyertyát beraktunk a táskánkba, és az... Ja, nem is kell használnunk, csak így automatikusan tudunk ezek világítani. Ezek kétségtelenül több száz éves domborművek a pince falán. Ja, ez kétségtelen. Amúgy királyak. Nem tudom, hogy alakították ki ezt a helyiséget, hogy ilyen... Ezek a domborművek így érintetlenek maradjanak, és közben így egy komplet étkezőt, meg ilyesmit ide raktak. Na mindegy, ami nekünk kell, az itt van a sötétben. Hát jó sokáig kellett kutatnom, mire találtam itt valamit, de itt van. Megvan. Ez lehet az. J-I elfogtak. A J bizonyára jámbor, vagy épp jumurcsák jele lehet. Az I talán inkább római szám, ami valamiféle sorozatra utal. És ha így van... Az üzenet első szava az elfogtak. Kísérteties. Soha nem tudtam kitalálni, hogy Jonathan Hunt hogy a jó szagú istenbe tudta ezt most így, ilyen, ezzel az paraszti eszével kilogikázni. Hogy a jéj, hogy a jéj, hogyha én elsőre megnézem, akkor jéj elfogtak.
Az, hogy ez ez mit jelent, az halvány lila fogalmam sem lett volna, csak akkor maximum, hogyha oda lett volna rakva még egy pont. De nem, nem. Szóval ez így néz most ki, hogy jé, elfogtak, és hogy ez hogy találtak ki, ezt nem is tudom. Egy kicsikét több bizonyítéknak kellett volna lennie, hogy ezt így kilogikázza az ember, mondjuk, hogyha megtalálja most utána a J2, szóval a Azt hiszem, a borász most nem segíthet nekem. Honnan veszed, hogy borász? Miért nem gondolod azt, hogy ez most egy étterem tulajdonos, vagy ez a vezető? Honnan veszi, hogy éppen borokkal foglalkozik? Nem vendéglátós ez a környezet. A taxi meg annyira kemény, annyira ráér, meg biztosan annyit fizet neki a Jonathan, hogy így megvárja, mire kényelmesen végezzük. És hogyha így 100 évig bent vagyunk ott a pincében, akkor ugyanúgy ott fog várni a taxi így élete végéig. És állandó jelleggel ugyanide dob ki a taxi. Ide a szenátor mellé.